Óbecsén is nagy számban várták az új évet a város főterén. A fiatalok többsége azonban a szórakozó helyeket részesítette előnyben. Óbecsén két év után ismét szerveztek fújévezést a város főterén. 23 órától a belgrádi Dejan Cukit szórakoztatta a közönséget. Sokan várták az új évet szórakozó helyen, az óbecsei stage-ben is jó hangulat uralkodott, a szintén óbecsei Floydban mintegy 150-en ünnepeltek. Mit vársz a 2012-es évtől? Hát a 2012-es évtől egy kis fizetésem van, és az jó jönne, meg a munkahely is nem ártana, de ami jön, az jöjjön. Azt, hogy nagyon-nagyon jó legyen, és hogy befejezzem a harmadik évet is. Hát azt, hogy sokkal jobb legyen, mint az idei, és hogy az összes vizsgámat lerakjam. Hát többet, mint az idejétől, de kevesebbet, mint a 2013-astól. Csupa jó, sok vizsgát letegyünk, erőt, egészséget. A munkával kapcsolatban tettem fogadalmakat, remélem, hogy sikerül megvalósítanom. Vannak, akik a munkahelyükön töltik az éjszakát, nézzük, ők hogyan várják az új évet. Munkával várjuk az új évet. Szerencsére idén nem volt sok dolgunk. Akadt néhány terepi munka, és valahány páciens vette igénybe a sürgősségi osztály szolgálatát. Ma felügyelünk a tűzi játéknál a téren. Reméljük, hogy reggelig nem lesznek komolyabb sérülések. Éjfélkor a város főterén tűzi játékkal köszöntötték a 2012-es évet.